Az országos helyreállítási terv környezetvédelmi prioritásairól szóló vitán vett részt tegnap Táncosban a környezetvédelmi miniszter, melyet a Képviselőház környezetvédelmi és ökológiai egyensúlyért felelős szakbizottsága szervezett. A vitaidő jelentős részében az erdősítési programmal foglalkoztak. 85% jár. Az országos helyreállítási tervbe foglalt környezetvédelmi tervekről számol be Táncos Barna szaktárca vezető az alsóházi szakbizottsági vitán, amely, mint mondja, építő jellegűnek bizonyult. Táncos Barna híradónknak elmondta, bemutatták azokat a fejezeteket, amelyekből kiderül, milyen finanszírozásokat biztosítanak a különböző programok révén. A vitaidő több mint felét az erdősítési programnak szánták. Kedvezményezett lehet a magánszemély, a természetes személy, a vállalat, a gazda, a mezőgazdasági tevékenységet végző személy, az önkormányzat, állami intézmény, bárki, akinek olyan területe van, olyan mezőgazdasági területe vagy leromlott területe van, amelyet beszeretne erdősíteni. Beszéltünk arról, hogy fél hektár a minimális területnagyság, fél hektáron felül bármelyik terület, mezőgazdasági terület beerdősíthető. Az erdősítés befejezését követően 20 évig szén-dioxid megkötési támogatást biztosítanak évente és hektáronként 456 euró értékben. A hulladékgazdálkodás kapcsán elhangzott, a következő két évben több mint 500 a háztartási hulladék megfelelő tárolására szolgáló hulladékudvart építenek. Városokon digitalizált, intelligens, szelektív hulladékgyűjtőszigeteket alakítanak ki, amely kártyás rendszer révén nyilván tartja, hogy a családok milyen típusú hulladékot helyeztek el. Ilyen formán akár 10%-ra tudják csökkenteni a hulladék mennyiségét, ugyanakkor a biológiailag lebomló hulladék 90%-a újrahasznosítható vagy komposztálható, tájékoztatott a tárcavezető.